Köszöntöm kedves nézőinket az Extra című műsorunkban, és köszöntöm itt a stúdióban Gyurkó Pétert, a Berze Nagy János Gimnázium tanárát és könyvtárosát, illetve Spisák Bencét, a Berze Nagy János, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium diák önkormányzatának elnöke, vezetője, és ugye a Gyöngyösi Városi diák tanácsnak is a vezetője egyben. A mostani témánk az a Berze Nagy János Gimnázium lesz, illetve ennek kapcsán az, hogy valami nagyon-nagyon készül az iskola házatáján, de mi is ez, Péter? Köszönjük egyrészt a lehetőséget, másrészt mi is üdvözlünk szeretettel mindenkit, és valóban egy mondhatni elég nagy rendezvényre készülünk, ez ilyen 500 és 1000 fősre tagsáljuk, miért szeretnénk, nyilván ha ettől több lenne, annál jobb lenne. Mert hogy egy mindenkori berzések találkozóját szervezzük, egy berzés népnapot szeretnénk szervezni, több esemény apropóján egyébként, és erre várunk sok szeretettel mindenkit, nyilvánvalóan akinek valami úton módon köze volt a berzéhez, vagy annak épületéhez. Hát ez elég nagy terv. A diákok mit tudnak hozzátenni ehhez? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm először is a nézőket. A diákok azt tudják hozzátenni, hogy mi még ott vagyunk, mi vagyunk most a jelen, és egyrészt inspirációt tudunk abból meríteni, hogyha volt berzésekkel találkozunk, akár a 25 évestől, vagy aki a tavaly végzett egészen a 99 évesig. Nagyon nagy inspirációt tudunk ebből meríteni, mi fiatalok, hova lehet eljutni, milyen szakmát lehet például tanulni. Esetleg, hogyha már valaki egy olyan szakterületen dolgozik és a berzébe járt, akkor esetleg kapcsolatokat felvenni vele, esetleg a jövő szempontjából, illetve nyilván a szervezési feladat is ránk fog hárulni az egyik része a diák önkormányzatra, hiszen mi leszünk úgymond a házigazdák jelenleg, és ezt el is lehet majd számolni iskolai közösségi szolgálatba az 50 órán belül, de ez csak a, hogy mondjam, a járulékos része, gyakorlatilag aki ott lesz, és a diák önkormányzat az nagy tetvágyjal fogja belevetni magát ebbe a szervezési munkába is. Ezért ez egy elég nagy elég nagy fa, amiben ugye itt a berzések belevágták a fejszéjüket, de gondolom ugyanígy a pedagógus kar is teljesen mellé áll és dolgozik ezen, az ugyanúgy, mint a diákok. Mikorra lenne tervezve ez a nagy rendezvény, illetve mikorra van tervezve? Ez idén lenne, tehát a 2017. június 24-én lenne, ez egy szombati nap, és ennek elmondanám az apropóját is. Az egy dolog, hogy akkor éppen vége van az érettséginek, és már mindenki könnyedebb szívvel vetheti magát bele ennek, ebbe az élvezetbe, úgymond, illetve ebbe a fesztiválba. A másik apropója pedig Berze Nagy János, mint olyan személyiség, akiről névadója is az iskolánknak, mert hogy neki a neve napja 26-án van, és ha legközelebb hozzá eső, az pont így adta ki ez a lépés. A másik decemberben lenne, de viszont ott nem nagyon tudnánk megvalósítani azokat a programokat, amelyeket szeretnénk mindenkinek a rendelkezésére bocsájtani. Picit akkor beszéljünk a Berze Nagy Jánosról, az ő személyéről, az iskola névadójáról. Milyen módon fog megemlékezni az iskola, ugye itt a névadóról is? Alapvető, ennek kapcsán. Igen. Alapvető cél az lenne, mivel még nem sok tudomásunk szerint nem is sok ilyen program volt, amivel Berze Nagy János neve fémjelezve volt. Így hát az egy dolog, hogy versenyt szeretnénk rendezni, de ott meg is szeretnénk emlékezni, mert hogy halálának 70. évfordulójánál járunk most éppen, tehát még egy plusz apropó lenne, és erre húznánk fel ezeket a programokat, amelyben ő is szerepet kapna, tehát neves előadók akár házon belül, tehát a jelen mi tanáraink, akár más előadókat is megkerestünk már annak kapcsán, hogy jöjjenek el és beszéljenek az ő személyiségéről, az itt betöltött szerepéről, és hogy miképpen kapcsolódott ő az iskolához. Berze Nagy Jánossal kapcsolatban említsük már meg, hogy ugye ő egy néprajzkutató volt. Valamilyen módon az ő kutatásait, az általa gyűjtött népmeséket esetlegesen valahogy hogyan tudja bemutatni az iskola ennek kapcsán? Részint ezeknek az előadásoknak a kapcsán, amelyek az iskola termeiben lesznek megtartva. Másrészt a pályázatokon belül, amit szeretnénk megvalósítani, részint, hogy gyűjtsenek Berze Nagy János által fémjelzett ilyen írományokat, ezeket elmondani, tehát mint egy népmese mondó verseny, illetve mint néprajzzal kapcsolatban hasonlatos
programokban való részvétel, mindemellett, hogy azokat a gyerekeket, akiket reméljük, hogy nagyszüleik elhoznak, akik esetleg berzések voltak, és addig, amíg ők ülnek nagyszülőként ezeken a programokon, addig a gyerekeket egy úgynevezett gyerek megőrzőben az imént említett közösségi szolgálaton belüli saját diákjaink ezekkel a mesékkel, ha más nem, feltartják, és az időre lekötik őket. Én még az annyit tudnék hozzátenni, hogy a tanárok annyit tesznek, hogy nálunk érettségi tétel például Berze Nagy János, csak azért mondom, mert pont akkor lesz majd vége, és utána lesz. Tehát a végzősök biztos, hogy kényszerítve vannak arra, hogy megismerjék a munkáját, ami nem feltétlenül baj. Illetve azt nem tudom, hogy Gyurgó tanár említette, hogy lesz egy pályázat és egy videópályázatot is fognak kiírni, ahol is az iskoláknak a diákjai majd pályázhatnak, és egy olyan összeállítást, egy olyan kisfilmet kell a berzélő létrehozni, ami egyrészt fiatalos, és bemutatja a berzének az előnyeit, hogy miért jöjjön esetleg oda majd a következő években egy fiatal, de ez nem csak erről fog szólni, hanem ezzel együtt a Berze Nagy Jánosról, illetve a Berze értékeiről, múltjáról, és reméljük, hogy majd a jövőre is fog ez szólni. Mennyire vevő erre a most ott tanuló diákság? Mennyire látják a fantáziát ezekben? Hát van egy kreatív hajlam, azt veszük észre, különösen a gimnazisták körében. Például, ha valaki szeret szlemelni, vagy verset írni, mostanában ez nagyon divatosnak hangzik, illetve divatos is, nagyon úgynevezett mainstream lett a fiatalok között. Van egy videós, aki szeret blogolni, szeret videózni, akkor ezek összeállnak, összerakja a szlemes a versét, akár aki töriből jó, vagy föciből, vagy irodalomból, az összehozza a kutatásait, azt versbe összeszedik, aztán leforgatnak rá egy filmet. Erre már volt egyébként példa, amikor a berzések a majd következő berzéseknek készítettek egy Hogyan ért túl például a felvételi című kisfilmet, akkor ugyanígy fognak majd így a berzéről készíteni. Tehát van erre hajlam is, meg reméljük, hogy tehetség is. Korábbi ilyen iskolai kis és nagy rendezvények és diáknapok alkalmában volt-e már arra példa, hogy például ilyen dolgokat szedtek össze a diákok, vagy állítottak össze? Berze Nagy Jánosról? Nem csak Berzéről, hanem más egyéb témában is, akár ami a tanulmányokhoz kötődik. Volt. Nem is a tanulmányokhoz kötődik, de például azt el lehet mondani, hogy egész jó kulturális élet van a Berzében, mint kulturális, mint tudományos önképzőköröket tekintve. Ott is mindig előjön ez a téma, vannak saját zenekarok, illetve ami most nagyon megy, ez a slam, illetve a versírás. És azt is megemlíthetjük itt talán, hogy most adott ki a Berze, megjelentetett egy antológiát, egy irodalmi összeállítást, 12 év berzéseinek a saját novelláiról, verseiről, elbeszéléseiről. És abban is esetleg egy ilyen novella kapcsolatot Berze Nagy Jánoshoz, illetve a hagyományokhoz. Nem, rossz, tehát, nem rossz ez a igen, van. És a következő tervénk között az is szerepe, hogy ezt is majd a szélesebb publikum elé tárjuk, és ebben majd a diák tanács is segíteni fog. Ugye az a koncepció, hogy ha lehetséges, akkor ugye minél több berzés öreg diákot összeszedni. Van egyébként olyan szervezet, ami az iskolához kapcsolódik, és a volt diákokat, öreg diákokat valamilyen szinten megpróbálja összefogni? Most azt kell mondanom, hogy nincs, és van. És hogy miért? Nincsen olyan szervezet, amely úgy hivatalosan ezt propagálná, mint egy egyesületként adott esetben, vagy mint egy alapítvány. Ehhez képest a tavalyi évben, és fel is vettük azokkal a kapcsolatot, akik az úgynevezett Reunion nevű eseményt létrehozták, mert hogy ez a 90-es években végzetteknek egy találkozóját nevesítette és testesítette meg az elmúlt évben. Na nem e kapcsán, hanem ettől függetlenül kezdtük el mi szervezni, és már voltak korábban is ilyen felvetéseink nekünk is, viszont mi eljutottunk mi is mostanára oda, hogy tudjuk mihez kötni is, meg mi is elérkeztünk oda a tettben, emberben, hogy ezt, és esetleg segítő diákokban, hogy ezt tudjuk aktivizálni, és egy olyan intézményesült keretet hozunk most ezáltal létre, szóban is és tettben is, hogy az intézmény falain belül várjuk azokat az embereket, akiknek valami köze volt a berzéhez. És próbáljuk ezt elérni azáltal, hogy az előző évben megrendezett eseményben szereplőkkel felvettük a kapcsolatot, és ott is próbáljuk ezt propagálni, mint ahogy nyilván a közösségi oldalakon, ahol el tudjuk legjobban érni őket, illetve természetesen a saját
honlapunkon van erre lehetőség, meg szóban, és akár a mostani hétvégén is egy 10. jubileumi Berzer öplabdás kupán is, meg bármilyen ilyen rendezvényen is, ezt elmondjuk, mert hogy oda is sok volt berzés jön el, és ott tudjuk őket legjobban megszólítani. Hát ezért én úgy gondolom, hogy elég nagy a merítés, hiszen nagyon jól lehet azt tudni, hogy hosszú-hosszú-hosszú évtizedeken keresztül Gyöngyösön, illetve a környékén a Berze volt a középiskola, ez volt a gimnázium. Tehát ugye nagy a merítés, és ugye Gyöngyösen és a környékén is nagyon sokan élnek, akik ott érettségiztek valamikor. Na most ugye az iskolának elég messzire visszanyúlik a múltja. Ugye visszamehetünk oda, hogy az 1800-as évek végén ugye építették fel azt az épületet, és nyilván akik akkor jártak, ők közülük már nem nagyon csak reméljük, hogy jönnek, igen. De akár a 40-es, 50-es években érettségizettek közül még élhetnek elég sokan akár, akik ugye érintettek lehetnek, őket mondjuk hogyan sikerül majd elérni vajon? Mondok is rá egy gyors példát. A honlapunkon egy kérdőívet fogalmaztunk meg, részint, hogy lássuk, hogy milyen programokra lesznek fogékonyak az emberek, és lássuk az összetételt. Ki mikor végzett, kinél járt, melyik osztályba járt, tehát ki volt az osztályfőnöke, mit tanult, hová került el onnan, és ennek többes lesz a hozadéka. Részint látjuk, hogy ténylegesen melyik programokra szánjunk több időt, embert, energiát. Másrészt pedig hányan fognak erre jelentkezni, és itt várnánk ugye a jelentkezőknek minél nagyobb számát, nem csak a közösségi oldalakon. És amire kitértem, konkrétum, 1947-ben végzett az az úriember, és ő a legidősebb, aki már be is regisztrált, és jelezte, hogy itt szeretne lenni. És ő is megadta, hogy melyik osztályba volt, kinél járt, hova, hány helyen dolgozott, milyen iskolákban tanult, és ebből szeretnék, és utána ezt nyilván a többiekkel, kollégákkal is elmondtam, hogy mi belátom én itt a fantáziát és a további értelmét, egy családfát kvázi létrehozni, meg egy világtérképet. A családfát azt olyan jellegűen, hogy innen a Berzéből, mint egy szem tanuló, most érettségiző, hova fog tudni elmenni, függetlenül attól, hogy tudja, vagy nem tudja, hogy hova szeretne menni, de egy olyan fát szeretnék majd csinálni belőle, hogy ki hova jutott el. Persze nagyjából tudjuk mostanában a visszajelzések alapján, meg akik visszajönnek jó szívvel, és elmondják, hogy hol vannak, és ezeket lehetőség szerint minél nagyobb ilyen fát létrehozni belőle, hogy hova lehet innen a Berzéből eljutni. Attól, hogy szakács, fotós, jogász, bölcsész, tanárként, vagy tudunk olyat, aki jelenleg is kint van Franciaország és Svájc határán az úgynevezett CERN-i központban, ahonnan már megígérte ő is, hogy Skype-on keresztül be fog csatlakozni, mint ahogy Amerikából is jelezték már, hogy Skype-on keresztül, mert hogy egy hónappal később jönnek haza, de be fognak tudni jelentkezni, és ugyanúgy fognak tudni részesei lenni ennek a programnak. Függetlenül attól, hogy ugye a 47-ben végzett úriember, hát még nem Berze Nagy János gimnáziumba járt, csak az épületébe. Mert hogy volt ugye ez Gróf Kohári István gimnázium, illetve utána Vakbottyán János nevére is hallgatott, és fel is hívtak egyébként, és még egy másik konkrétum, egy olyan úriember, aki már nagyapa, tehát hogy jut el hozzá, már eljutott az unokákon keresztül, meg az embereken keresztül szerencsére, és ő hívott, hogy épp akkor ünnepelnék a jubileumi 50. évfordulójukat érettségi végzettségükhöz mérten. És hogy bár még akkor nem Berze névre, hanem Bottyán névre hallgatott, eljöhetnének-e? Nyilván, hisz részesei voltak mind az épületnek, mind egy-egy tanárnak, aki már esetleg akkor vagy praktizál, de, vagy nem, de azóta is ő is ott van. Úgyhogy szívesen is várjuk, és hogy akkor ők ezt így is propagálják továbbiakban, hogy el is kívánnak jönni és részt venni ezen. Igen, és tulajdonképpen ezek elég jól dokumentáltak, hiszen az iskolai évkönyveket, hogyha visszalapozza az ember, tehát ugye elég jól megvan az, hogy mikor, melyik évben, hogy hívták az iskolát, milyen osztályok végeztek, kik voltak a tanárok, kik voltak azok, akik leérettségiztek és végeztek egy-egy adott évfolyamon.
ezeket esetleg elő tudják-e venni az iskolában dolgozók, és azok alapján tudnak egy kicsit rá segíteni? Valamit összeállítani, igen, hogy minél több, bár mondjuk az nem nagyon tartalmaz olyan címeket, hogy ki hova került. Vannak, ugye az anyakönyvek megvannak, és az 50-es évekig visszamenőleg nálunk vannak. Tehát ezek ott vannak. Az érettségi anyakönyvek, nyilván ezek el vannak úgy téve, hogy vissza tudjuk keresni, és sokan is vannak, akik vagy elhagyták az érettségűjüket, vagy bármi kérdésük van régebbiekkel is kapcsolatban, vagy saját maga papírjai előállítása véget. Ezekből még régebben is láttuk, azért fel van írva, hogy mi a címe. Nyilván azok már kicsit elévülhettek azóta, amikor 50-es években itt végeztek, de a jelenlegiekről is van egy adatbázisunk, és ez alapján meg tudjuk őket szólítani. A másik ilyen megszólítás, amivel lehet élni, az az osztályfőnök, akiket még most is hívnak, és évente rengeteg alkalommal van egy-egy osztálytalálkozó, akár öt, akár több évre visszamenőleg, és hát a közösségi hálókon a legegyszerűbb megtalálni ezeket az embereket, egynek elküldik ezeket a linkeket, akik továbbítják, és ezen keresztül jönnek, de a szóban lévő információcsere a legbiztosabb. Még a leghatásosabb az, amikor az unoka rábeszél a mamát, meg a papát, meg szól neki. Igen, hogyha ott tanultak, igen. Mivel tudnak még a most ott tanuló diákok hozzátenni ehhez az egészhez? Tehát gondolom, nyilván most elkezdődött a szervezés, jönnek az ötletek, és hogy lesz, hogyan fog ebből megvalósulni egy ilyen nagy rendezvény? Hát először is főleg még az ötletekkel, aztán utána szeretnék létrehozni egy külön csapatot, egy ilyen 10-15 fős csapatot, aki segít akár a grafikába, akár a hirdetésekbe, akár így propagálni, akár itt a tévébe, vagy hirdetéseket intézni, és akkor majd utána a szervezésbe, gyerekvigyázástól kezdve, akár oda is létrehozhatunk egy előadást, ugye a hostess munkák, a besegítés, tehát szerintem ez határtalan és korlátlan, hogy mire tudunk segíteni. Csak az legyen, hogy legyen rá egyrészt kapacitás, meg az, hogy amiben még a legnagyobb hasznát látom ennek, hogyha egy diák, egy jelenleg odajáró diák, egy középiskolási gimnazista, hogyha azt látja, hogy egy ilyen berzen lépropra összejön 500 ember akár a 20-tól a 85-90 éves korig, akkor lehet, hogy el fogadnak gondolkozni, hogy tényleg ennek mekkora szerepe van esetleg a régi alma máternek, és jobban is meg fogja majd becsülni, és majd a jövőben is csatlakozhat ezekhez a szervezkedésekhez, szervezetekhez, és esetleg aktív támogatója is lehet majd a régi iskolájának, és ezzel is egy kicsit a patrióta szemléletet lehet erősíteni, mind a iskola, mind a város, mind az ország fölé is szerintem. Csatlakoznék, bocsánat, annyival Bencéhez, hogy több ízben voltak ők is, mint diákönkormányzat szervezete, és mi is, mint tanárok, akik külön-külön összeültünk és beszéltük ezt kisebb-nagyobb létszámban. Volt ezt, és tesszük ezt is a héten, hogy összejövünk mindannyian, és ezeket az ötleteket tovább erősítjük. Elmondjuk azokat a meglátásokat, amiket eddig tapasztaltunk, hogy hol voltunk és mit sikerült elérni, illetve ezeket próbáljuk tovább erősíteni, hogy akár ötletek szintjén, de már el kell odáig jutnunk, hogy a kivitelezés szintjén is, hogy ezt a fesztivált, ami egy berzés életérzést, ahogy Bence is mondta, próbál megerősíteni, mert hogy ugye nálunk általános iskola 5. osztálytól 12-esekig vannak. Vannak adott esetben fogyatékkal élők is, és a kisebbek a nagyobbaktól jó példákat látnak el. Tolerancia szintjén, tanulás szintjén, viselkedési normák szintjén is ezt erősítjük. Ha még ehhez hozzáteszük azt, hogy kik voltak itt és jönnek vissza, tovább erősíthetjük ezt a szemléletet, és elmondják azok a régiek is, hogy milyen volt a táborban, hogy azok a fali karcok benne vannak-e még adott esetben ugyanabban a falban, amelyet sajnos, vagy nem sajnos, de nem tudtunk még felújítani, de legalább eljönnek, és ugyanazokat átélhetik ők is emberenként, és hogy ezt a fesztivált minél színesebbre tudjuk megvalósítani, és tényleg úgy, mint egy fesztivált kell elképzelni, amik vannak az országban nagyobbak, mindenféle helyszínen, a tornateremtől kezdve, az étkezdéig, a termekig, a könyvtárakon át, a pincékben, mindenhol lesz valami kis program, egy kis nyüzsgés, és hogy minél színesebb és biztosabb legyen, ezért kellenek ők is, nyilván kisebb csapatban, de utána viszont ott van az a sok gyerek, aki még szívesen csatlakozik a segítés véget is. Na most egy ilyen nagy rendezvénynek, ugye van anyagi vonzata is, gondolom az iskolának nincsen erre külön elkülönített forrása.
Hogyan lehet ezt majd megoldani? Iskolai alapítvány, vagy majd be kell fizetni valamennyit? Ez hogy működik? Köszönjük ezt a kérdést is. Valóban, mint minden, anyagiasítható és kell is, hiszen azért egy nagy rendezvényről is van szó. Mivel az iskolának, ha úgy veszük, nincsen saját önálló költségvetése, hiszen mi is a tankerülethez, illetve a nagy közöshöz tartozunk, így egyrészt támogatásokat szeretnénk majd valahogy, ha úgy veszük, kérni. A másik, ami biztos pont, és már velük egyeztetve van, ez az alapítvány, a Berze iskolafejlesztési alapítvány, amelyet említettél is. Velük meg van beszélve, annál is inkább, hogy közöttük is van volt berzés, amellett, hogy jelenleg is apukaként vagy anyukaként ott vannak és regnálnak, mint érintettek. Mert a gyereke is oda jár, meg ő is az volt, és magát az ötletet is magáénak érzi. Így úgy állnak hozzá, hogy éllel, elvből is, meg gyakorlati megvalósítás szintjén is szívesen akár a poharakat megvenni, és a legegyszerűbb módokat, amit mondok, ami majd kell esetleg üdítőhöz vagy valamihez, de a papírokat a regisztráláshoz, vagy bármilyen kis karszalgot, repi ajándékot, amit mi szeretnénk esetleg odaadni, vagy egy kiadványt, azt a fotót, amit szeretnénk, egy közös nagy képet is, hogy ott van az az 1000 ember, arról egy közös légi fotót is esetleg ezt kifizetni, vagy bármit, amiben tud, szívesen segítenek, és a hozzáállásukat már meg is tudjuk ezáltal köszönni. Amellett, hogy van egy úgynevezett hozzájárulás, egy támogatásként felfogható, egy neves összeg, ami 1000 forintban van meghatározva, ami ténylegesen úgy gondolom egy ilyen nagy rendezvény volumenéhez mérten elenyésző, amellett, hogy ez igazából csak arra megy ez a költség, ez az 1000 forint, aki eljön, hogy ott azt a rendezvényt mi meg tudjuk valósítani. Ez azt jelenti, hogy igazából reggel 8-tól este 8-ig ott tud lenni, és kihasználni mindazt, amit mi ott biztosítunk. Ehhez képest szeretnénk megtoldani, és egy 3000 forintos költséggel pedig ott tud lenni igazából másnap hajnal 3-ig, amikor egy úgymond jótékonysági bál névre hallgató, össznépi táncos vacsorás estet szeretnénk még ott rendezni, szép lampionokkal ott a belső udvaron, és hogy egy közös ott léttel még ezt meg tudnánk fejelni, tetézni. Elég komoly, elég nagy tervek. Még egyszer mondjuk már el, hogy mikorra van ez a nagy összberzés találkozó tervezve? Ezt pontosan mondanám, hogy 2017. június 24-e, és igazából reggel 9:00-tól kezdődne ez az esemény, amely feltehetően és remélhetően másnap hajnalig fog tartani. Na most ugye egy ilyen iskolai rendezvényre hát 5-600 ember alapból össze szokott szaladni, ugye, hogyha egy ilyen berzegál, vagy bármi olyan iskolai rendezvény van. Nagyjából ekkora létszámra most is terveznek a szervezők, vagy akár még több is jöhet? Én úgy gondolom, hogy akármennyi jöhet, nyilván azért van egy befogadó képesség. Azt mondom, hogy akármennyi, hisz az megfelelő szerveknek már van jelezve. Tehát mind önkormányzat, mind katasztrófavédelmi és mind a mendők tekintetében egy ilyen létszámnál nyilván vannak korlátok és vannak kötelezettségek. Mi ennek elébe mentünk, és már a szervezés is úgy van, hogy oda van szólva, tudják, hogy ez van, úgyhogy úgy is vagyunk készülve, amennyiben tényleg élesedik, és már pedig így lesz, illetve a létszámokat látjuk, őket is ugyanúgy fogjuk élesíteni és érdemben behozni, hogy ne legyen semmiféle probléma, de egyébként én úgy gondolom, hogy egy 500 és 1000 fő közötti emberrel számolhatunk, ha nem nézzük magunkat. Mert hogy azért van egy gárdája, ha tanárokat és az egyéb dolgozókat, technikaiakat nézzük, akik remélhetőleg és biztosan ott is lesznek, már az egy 60 emberről beszélünk alaphangon. Na de a mindenkori berzésben, hát a jelenlegiek is kérem benne vannak, akik meg 700 fővel bírnak, így hát, ha ők eljönnek, már pedig azért jönnek el, nem is, hogy összeszedjék azt az 50 órát, hanem hogy jól érezzék magukat, lássanak embereket, és egyébként apuka, nagyszülő is ott lesz, meg egyébként ott tudjanak ők is lenni, és azt a színes sokaságot lássák ők is. Jó. Aki szeretne ezen részt venni, hová fordulhat, hová jelezheti, tehát keresheti az iskolát, és akkor ott a titkárságra telefonálhat, vagy milyen módon? A hát közösségi oldalakon kívül, ugye? Át fogják irányítani, ha más nem, akkor hozzám, de egyébként tényleg a közösségi oldalakon, a mi honlapunkon fönt van, és meg is van adva az én elérhetőségem, mind e-mail formájában, mind telefon formájában, de akár személyesen is, ha bejön, ha betelefonál, át fogják irányítani, és ezeket az alapvetéseket ők is el fogják tudni mondani, de a részletesebb jellegű kérdése van, egyrészt a honlapunkon, ebben a kérdőívben meg is teheti, ránk is írhat természetesen, mint ahogy az eseményre is a közösségi oldalon regisztrálva meg is teheti, a maga
elvárását, kérdését, esetlegesen bármi nemű hozzájárulását, felajánlását, mint ahogy meg is tették már ezt többen, és ezúton is köszönet nekik, akár úgy, hogy ő előadásával, hogy hol kötött ki, akár a világ bármely tekintetében is ezt egy ponttal, egy nagy térképen majd jelezni is tudja, és utána vissza is nézzük, hogy hova kerültünk el mi berzések, akár úgy, hogy tényleges felajánlást tett, hogy akkor ő hozzájárulna X összeggel. Gyurko Péter pedagógusnak és Pisák Bence diák önkormányzati vezetőnek nagyon szépen köszönöm a Gyöngyösi Berzsanyát János gimnáziumból, reméljük, hogy jól sikerül majd ez a találkozó. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és a lehetőséget is. A nézőinknek is köszönöm, viszontlátásra.